Őt kémia tanár vehette át kiemelkedő szakmai munkásságáért a magyar kémia oktatásért díjat. Az elismerést a Richter-Kedeon alapítvány évente ítéli oda olyan középiskolai és általános iskolai kémiai tanároknak, akik több évtizede magas színvonalon oktatnak. A díjazottak egyike dr. Petz Andrea Pécsi kémia tanár is. De mit jelent a díjazott számára az elismerés? Ebbe a mókuskerékben, amiben benne vagyunk, ehhez nagyon sok erőt ad, hogy érdemes csinálni, és nem, és nem csak a díjért, hanem a gyerekekért is. Tehát azt gondolom, amikor érzem azt, hogy a gyerekeknek felcsillan a szeme, vagy látja, hogy igen, én ezt megértettem, ezt élvezem, és hogy ez ilyen egyszerű volt, hogy ezt nem is gondolta volna, ezért érdemes csinálni. A kémia az nagyon nagy ellenszélben dolgozik. Nagyon sokszor a mindennapi életben azt tapasztaljuk, hogy ha kimondom azt, hogy én kémia tanár vagyok, akkor az az első reakció, hogy hát, hogy én ezt mennyire nem szerettem, és ebben az, ebben az ellenszélben dolgozni nekünk nagyon nehéz. Azért is jelentősek az elismerések, mert megerősítik a kémia tanárokat abban, hogy fontos küldetés vállaltak fel azzal, hogy a kémia tantárgyat oktatják, hogy a kémiát igyekeznek megkedveltetni a fiatalokkal. Próbáljuk meg azt, hogy rácsodálkozzanak a gyerekek a kémiára, és ennek ez az egyik módja, hogy nagyon sok kísérletet, modellt, modellvezést alkalmazunk az óráikon. Ha a kísérletek során a tanulók megtapasztalják a kísérletekkel együtt járó ízeket, szagokat, színeket, változásokat, akkor azt gondolom, hogy ezzel izgalmasá lehet tenni a kémiát. És utána, hogyha megértetjük velük azt is, hogy ezek miért játszottak le, hogy miért így játszottak le ezek a folyamatok, és a, ha a gyerekek érdeklődését így folyamatosan fent tudjuk tartani, akkor talán rá tudjuk vezetni őket arra is, hogy a kémiában nem szeretem számolásokat, gondolkodható feladatokat is megszeressék és élvezzék. De jó, nagyon a kémia órákon a vegyszerek helyes használatát, alkalmazását is megtanítják, ami a hétköznapi életben is nagy segítség lehet. Manapság én azt látom, hogy az emberek ilyen kemofóbiában chemofóbi szenvednek, tehát ami kémia, meg vegyszer, attól rettegnek. Tehát azt gondolom, hogy az a mi feladatunk, hogy megtanítsuk őket, hogy az adott vegyszerekkel hogyan kell bánni, milyen biztonsági előírásokat kell betartani, és igenis ezekkel lehet dolgozni, nem félni kell tőle, meg eltenni a méregszekrénybe, hanem a megfelelő mennyiségben alkalmazni kell tudniuk. Van, aki otthonról hozza a kémia iránti érdeklődését, és ez így van Petsz a tanárnőnél is. Én a kémiát már az anyatejjel is magamba szívtam, hiszen édesanyám az harmadéves gyógyszerész hallgató volt, mikor én születtem, és hát oda vidve az én dén nagymamám a szoptatni is, tehát ezek a szavok, ezek nekem ilyen természetesek, és gyerekkorom is nagyon sok időt tölthettem abban a patikában, ahol az édesanyám dolgozott, segíthettünk nekik, és azt hiszem ez a mai napig nekem egy nagyon pozitív dolog. Tehát a mai napig imádom a patikának az illatát, szeretek egy patikával megnézni, tehát azt ugye második otthonomnak érzem. A kémia azok számára különösen fontos, akiknek a továbbtanulásához szükséges a kémia magas szintű ismerete. Ahhoz, hogy valaki igazán sikeres legyen, ahhoz nem elég, hogy mechanikusan csinálja meg, megtanulja ezeket a kémiai alapismereteket, meg technikákat, hanem hogy a végére meg is szeresse. Mert az ember igazán csak abból tud sikeres lenni, azt gondolom, amit szeret.